Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az évvégi záróvizsgára készülünk. Mai leszkénk feladata a mérések témaköréből való. Így szól. Az ábrán látható útjelző táblák azt mutatják, hogy milyen távolságra van néhány objektum István szállás helyétől. Ezek alapján válaszolnunk kell a kérdésre. Melyik objektum van a legnagyobb távolságra? a fölkínált távolságok, a bolt 3,3 kilométerre van, a felvonó 3,25 század kilométerre, az egészségház 3 kilométerre és 35 méterre, az étterem pedig 3200 méterre. Ahhoz, hogy tudjam hasonlítani ezeket a távolságokat, természetesen azonos mértékegységre kell őket hozni. Találunk itt kilométert, találunk itt métert, a kisebb egység a méter, így akkor minden hosszúságot méterekkel alakítom. Itt tudok majd válaszolni a kérdésre, hogy melyik az az objektum, amely a legnagyobb távolságra van István szálláshelyétől. Mivel hosszúságot hasonlítunk össze, segítségül felrajzolom azokat a mértékegységeket, amelyekkel a hosszúságot mérem. Középen található a méter, tőle balra a kisebb mértékegységek, deciméter, centiméter, milliméter, tőle jobbra pedig a nagyobb mértékegységek, dekaméter, hektométer és kilométer. Indulunk sorba, és egyenként átalakítom őket méterekké. Azt látjuk, hogy a bolt 3,3 kilométerre van István szállás helyétől. Tehát a kilométert alakítom méterré. Vagyis a 3,3-et meg kell szorozni, hiszen nagyobb mértékegységet alakítok kisebbé, mennyivel? 10 x 10 10, vagyis 1000-rel. Egy tizedes számot úgy szorzok 1000 hogy a tizedes veszőt három helyjel mozgatom jobbra. A hány nulla, annyi helyjel viszem jobbra. Az üres részeket tudjuk, hogy mindig nullákkal bővítjük ki, és csak leolvasom a végeredményünket, a 3,3 km az valójában 3300 méter. Tehát a bolt István szállás helyétől 3300 méterre van. A következő a felvonó. Távolsága 3,25 kilométer. Nagyon hasonló, mint az előző feladatunk. Ez azt jelenti, hogy a 3,25 századot ugyancsak meg kell szorozni ezerrel. Mozgatom a tizedes veszőt három helyjel jobbra. Itt csak egy nullával kell kibővíteni, és leolvasni a végeredményt, 3250 méter. Jön a következő távolság, az egészségház. 3 km és 35 méter. Amint látjuk, ez egy több számként adott, tartalmaz kilométert is és métert is. Ami a méter részt illeti, azt nem kell átalakítanunk, csak a kilométerekre kell összpontosítanunk. Ez azt jelenti, hogy a 3-at, tehát a 3 kilométert szorozni kell természetesen ezerrel. És hozzáadni azt a részt, ami már méterekben adott, vagyis a 35 métert. 3 ezer 1000, az 3000, plusz még a 35, így kaptuk, hogy ez a távolság 3035 méter. És maradt még, hogy eldöntsük az étteremnek a távolságát, viszont ennél lesz a legkönnyebb dolgunk, hiszen ez már méterekben adott. Ez tehát 3200 méter. És visszatérve a feladathoz, hogy valójában mit is kell számolnunk. A kérdés az, hogy melyik objektumban a legnagyobb távolságra. Tehát a kapott számok közül, melyek most már mindegyik távolság méterben adott, 3300, 3250, 3035, illetve 3200, kérdezzük, hogy melyik a legnagyobb. Hát a legnagyobb szám a 3300 méter. Láthatjuk, hogy ez a boltnak a távolsága István szállás helyétől. Így akkor tudunk válaszolni a kérdésre, illetve az üres vonalra, ráírhatjuk a válaszunkat, hogy a legnagyobb távolságra a bolt van. És ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!